Újra szebbnél szebb dalok, dallamok csendültek fel a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében, amely a Bogár István emlékére rendezett Tolna megyei Cinege Madár népdaléneklési verseny elődöntőjének helyszíne volt. A programon egyénileg és csoportban is részt lehetett venni. Az idei évben most már 7. éve, hogy újraindítottuk a Bogár Istvánról elnevezett Cinege Madár népzenei és népdaléneklési versenyt. Korábban ez minden évben már hagyomány volt, utána volt egy pár év kihagyás, és 2017-ben kezdtük el újra évente megrendezni. Természetesen a járványos időszak alatt volt 2 év, amikor nem tudtuk összehívni ezeket a versenyzőket, de tavaly újra színpadra álltak, és most nagyon örülünk, mert újra nagyon sok nevezésünk érkezett. Szám szerint 37 nevezés érkezett, ezek körülbelül fele arányban vannak éneklőcsoportok, szólisták, és körülbelül fele arányban vannak azok is, hogy hangszeres népzenét játszanak, vagy pedig énekelnek. A szabályok nagyon egyszerűek, mindenkit nagy szeretettel várunk, aki szeret énekelni. Annyi szabály van, hogy autentikus népzenét kell itt énekelni, és a szolistáknak pedig zenekíséret nélkül. Elsősorban Tolna megyeieknek hirdetjük, és most az a tapasztalatunk, hogy inkább Szekszárd és környékéről, nagyon sokan vannak Bonyhádról, a Bonyhádi Zeneiskolából, és érkezett nevezés a megye egy távolabbi részéről, Dombóvárról is. A 7 éves Herr Fanni, aki egyébként a verseny legfiatalabb indulója volt, 4 dalt adott elő. Egyiknek a címe az, hogy Katica, Katica, a másiknak, hogy Érik, Érik a dinnye, a másik, hogy egy kis kertet kerítek, a harmadik meg, hogy megölik a tikót. Mert megmutathatjuk, mit tudunk, és izgalmas. Sok szép népviselet van, meg forma van a hajuk, meg szépen énekelnek. A népdaléneklési versenynek több évtizedes hagyománya van, még 1990 áprilisában hívta életre Szabadi Mihály. Az ötlet úgy lett, hogy valamit folytatni kellett, mert korábban, amikor még nagyobb volt a mozgalom a közművelődésbe, a népművészet felé, Hajdanába Bogár Pista, aki ebben az esztendőben lenne 100 esztendős. Indította el azon a néven, hogy megfújom a furujám. Ezzel indult ez a népdaléneklési verseny, aztán hát az idő múlásával egy kicsikét elcsendesedett a dolog, és a 90-es években indítottam újra azzal, hogy Bogár Istvánról neveztük el, és kapta a Cinege Madár nevet. A 90-es években még 4-5 elődöntő volt a megyei után, mára csak egy lett, de hál' Istennek még ez is van. Látjuk, hogy apró gyerektől a felnőtt emberek mindenki van, korusok vannak. Itt épp most találkoztam egy bukovinai székely korussal, tudom, hogy itt lesznek az egyetlen férfi korus a megyében, a muslincák nagyon készülnek. Bízunk benne, hogy sikeres lesz, lelke lesz a dolognak. Az együtt éneklésnek számos jótékony hatása van, mondja a szakember. Közösségépítő szerepe van, és hát a nemzeti kultúrát erősíti, terjeszti fiataloknak, és őrzi még az idősebbek lelkében is.
többféle szempont van, először is, hogy milyen dalt választasz, olyan szempontból is, hogy azért a magyar népdalkincsnek mennyire értékes elemeiből válogatnak, aztán ki a saját egyéniségének, korának megfelelő dalt választ-e. És hát természetesen az előadásmód. A döntőt május 26-án rendezik meg, szintén a Babits Mihály Kulturális Központban, a legjobb előadók, együttesek pedig meghívást kapnak a szekszárdi születi napokon a megrendezésre kerülő Cinege Madár gálára.